Tisztelt miniszter úr, tisztelt nagykövet úr, tisztelt Zednicki elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Magyarország 2015-ben a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség elnöki tisztségét látja el. Én ebben a minőségben a magyar delegáció vezetőjéként vagyok ma este itt, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Lőv-Vipót főrabbi úr örülne most, ha azt látnám, hogy él a műve, amit szegediként, illetve a szabadságharc tábori lelkészeként alkotni kezdett, a magyar szabadság benne a zsidóság közösség és szellemi felvirágzásával. Megújító, tudós vezetőként Lőv-Vipót nem csupán megálmodta, de társaival, közösségével és utódaival együtt meg is cselekedte a jövőt, amelyben a gyarapodó délalföldi zsidóság a reformkortól kezdődően nagyban segítette Szegedet virágzó európai városságban. Az itteni zsidóságnak is alkotása az a bizonyos palotás Szeged, amely az impozáns épületeknél is maradandó. Ez a Szeged, amely teljes értékű, az alkotás minden ágára magára látható kultúrát, és vele egy büszke, erős, kiapadhatatlan, kreativitású magyar közösséget teremtett. Ennek a teremtésnek részese, társadalmasra és alkotótársra volt a szegedi zsidóság, és az is marad. A magyar holokauszt legnagyobb részben a vidéki zsidóságot sújtotta. Rendkívül fájdalmas a veszteség Szegeden is. A vízkorszak után úgy látszott, hogy az erőből már szinte csak a temető gondozására futja. Bambor Lipót épületei, közöttük a világ negyedik legnagyobb zsinagógája lélek nélkül foganak majd. Köszönjük a hazatérőknek és a maiaknak, hogy ez nem így lett. Amint a hazatérők újrakezdtek, az annál messze több, hogy megmentették az emlékeket, helyreállították a tárgy és szellemi örökséget. Szegeden újjászületett mindaz, amiből immár a 11. alkalommal több hónapon keresztül virágzó kulturális fesztivál adatik, olyan kínálata és színvonala, amelyre bárhol a világban büszke lehet a szervező, a művész és a közönség. Szól a zene, és zenél a szó, amit nem lehetett elhallgatni. De vigyázzunk, hiszen tudjuk, nem egyszerűen nyoma marad a szegedi őszi zsidó kulturális fesztivál programjának, hanem bizonyító erejű hatása is van. Borzalmas eseményekkel teri a múlt, de biztos a jelen, és reményteli a jövő a szegedi zsidóság számára. És vele együtt az egész magyarországi zsidóság számára is. A magyar kormány nem csak a múlt iránti elkötelezettséget tudatában néz szembe a zsidóság sorsával, és támogatja a Magyarország és határon túli magyar zsidó közösséget, hanem a jövőért vállalt elkötelezettségét is. Jó idején már nemzetközi keretben is aktívan a Holokauszt Emlékezési Szövetség tagállamaként, 2015-ben pedig soros elnökeként minden erőnkkel azon vagyunk, hogy globálisan és tisztább legyen a szembenézés, és az új nemzetékek számára is nyilvánvaló legyen minden tanulság. Ezt az üzenetet a szó szép értelmében vett tanítást természetesen a kultúra adja át a legjobban, hiszen értéket, erőt és tisztaságot mutat a mindig újjá és újjá születni képes élet. Méltó megemlékezésként az áldozatokra, és igyekvő cselekedetként a következő generációra. Szívből kívánok olyan sikert az őszi fesztiválnak, amely után sok-sok télre, tavaszra és nyárra maradt kedv és erő, hogy szóljon a zene, és zenéjen a szó, és soha többé ne hallgasson el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!